ez nagyon komoly volt ez a mai nap. Vivi nagyon nagyot küzdött. Láttam, hogy annyira akarta, annyira fókuszált volt. Nagyon jól ment neki az ügyességi feladat is. Igen. Pont egy kevés kellett, sajnos. Tehát ez a top 4 igazából. Tehát itt tényleg a legjobb 4 volt bent, és nagyon erős a másik 3 lány is. Gréti nagyon felszívta magát. Felszívta magát, és nyilván várható volt, és azért ez a párbaj helyzet nem olyan egyszerű. 2 hónapja együtt küzdünk a bajnokokért, és most, mint 2 utolsó bajnok, legjobb lány, legjobb fiú itt voltunk a legjobb 4-ben, és én annyira akartam, hogy mind a ketten hozzuk tovább. Mind a 2 versenyzőn azt láttam, hogy mindent, amit tudtak, megtettek annak érdekében, hogy bejussanak a legjobb 3-ba. Sajnos Vivinek ez nem jött össze, de nagyon látszódott rajta, hogy szeretné. Tényleg mindent, amit tudott, beleadott. Hogyha ez így történt, akkor nincs miért szégyenkezzen, hiszen akkor egy méltó ellenféltől kapott ki. De nagyon örülök annak, hogy legalább a döntőbe bejutott. Mióta itt vagyok a játékban, azóta én láttam már többször sírni a Vivit, de így, ahogy ma sírt, így még sose láttam, és megszakadt a szívem igazából a Vivin, mert sajnálva, de örülve sírt, mert láttam, hogy meg van könnyebbülve, ugyanakkor láttam, hogy mennyire, tényleg mennyire akarta, és mennyire sajnálta, hogy ez nem jött össze. Igen. És nekem is annyira tűrtőztetnem kellett magamat, hogy ne érzékenyüljek el, mert rám még várt egy párbaj. Vivi adott nekem egy olyan extra motivációt így az én párbajom előtt, és olyan szavakkal és mondatokkal látott el engem a ceremónián, amikor el kellett búcsúzni tőle, hogy én ebből merítettem talán azt, amivel ma sikerült nyernem a Viktor ellen. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.